Sziasztok, ez itt a Sárkány Radar benne a Dragon Ball történetének második szakaszával. Az egész sorozat egyik legjobb kalandja ez, ha pedig Goku és Krillin edzését vesszük alapul, akkor szerintem hangulatban itt voltunk a legjobbak. Toriyama sensei nem bonyolított el semmit, és akár 20 részt is el tudtam volna itt képzelni. Csak azzal, hogy Lunch mondjuk jelen van, mivel a geniális teknős foglalkozik a fiúkkal. De volt itt egy torna is méghozzá, itt mutatták be először ezt a rendezvényt a sorozatban. Pont erre akarja felkészíteni az öregünk a fiúkat, de előtte persze a párosunknak össze kellett jönnie. Mielőtt Bulmáik megjárnak a hazaút alatt, a történet bemutatja nekünk Krillint. Azt a hőst, aki a legjobb barátja lett Son Gokunak. Amint sikerül elnyernie a mesterünk bizalmát a felnőtt magazinokkal, ő is a tanítványa lehet, mint Goku. Csak hogy mire elkezdődhetnének a felkészülések, megjelenik a két személyiséggel élő Lunch, akit közben üldöz a rendőrség a rablásai miatt. Gokuéknak együtt kell élniük a lányjal, mert egyrészt jó lesz nekik, hiszen a kékhajú Lunch tud főzni. Másrészt Gokuék nem igazán tehettek mást, ugyanis belettek fenyítve a szőkehajú Lunch miatt. Na de akkor most jöjjenek azok, amik furcsaságai, érdekességei, nagypontjai, vagy éppen negatívumai voltak ennek a történetívnek. Az első, ami érdekesség, az zseniális teknősnek a kérése. Csak úgy halandó tanítani Gokut, ha hoz neki egy dögös lány. Már ez is milyen szemítség tőle, de szerencsére lesznek még ilyen húzásai. Nagy poénokat is láthattunk, ugyanis szegény Goku nem tudta, hogy milyen a dögös lány először. Habár akit hozott, bizony lennének rávevők máshol, hiszen minden nő szép a maga módja. A sellős fanszervit követően meghozzák végleg Krillinnel a megfelelő hölgyet, mi pedig nagyon hálásak lehetünk Lunch miatt. A második, ami nagy pont, az Krillin. Sajnos nem árultak el többet annál, hogy ő egy Shaolin templomból jött, kicikizték a társai, ezért ő bizonyítani akar és zseniális teknős módszerei által szeretne erősebbé válni. A stílusait még érezhetően rafinált, de pont ezért jók a jelenetei. A harmadik, ami érdekesség, az az edzés. Különböző fordulók vártak a hőseinkre, akik olyan feladatokat végeztek el, amelyek látszólag nem köthetők a harcművészethez. Csak hogy ebben rejlik a csavar, mivel a kung fu, ami nagyon jelen van a DB-ben, az egyszerűségben rejlik. A 2010-es karata kölyökben szintén hiteles edzéseket láttunk, és csodálatos, hogy Toriyama sensei a kezdettől erre ment. A negyedik, ami nagy pont, az a párosunknak a szenvedése. A cikcak még elment nekik, de amint nem jött be Krillin csalása, rá kellett jönnünk, hogy nagy kihívás előtt állnak. Azért nem voltak soha tanítványai az öregünknek, mert nem bírták ki a tanításokat és megfutamodtak. Itt egy újabb kungfu utalást csíptem el, mégpedig az eredeti részeges karatamester nagymesterére nézve. Az iszákos öregünk szintén nagyon kemény próbák elé állította a jelentkezőket, és ott se bírták sokáig, kivéve az unokaöccsét. Az ötödik, ami furcsaság, az Krillin csalása. Nem értem, hogy hihette el, hogy be fog jönni neki azzal a kővel. Zseniális teknős eldobott egy követ, amit meg kellett keresniük, de Krillin nem akart ennyit vesződni. Ám miután megmutatta neki a csalókövet, utána zseniális teknős fogta azt a csalókövet és fejbevágta vele Krillint, ami nagyon hiteles reakció volt. Bizonyára megérezte a kivel, hogy ezen a kavicson nincsen az energiájából, vagyis így bukhatott le Krillin. A hatodik, ami nagy pont, az a fanszervíz. Újra azt kell mondanom, hogy a sima DB-ben vannak a legjobb fanszervízek. Lunch főzögetett, kiemelve a kötényes hátsóját, zseniális teknős pedig odalopózott, hogy megfogdoshassa, és ez csodálatos jelenet volt. A másik jót akkor kapjuk, amikor az öreg az asztal alatt akar leselkedni, de vajon a kékhajú Lunch mit tett volna, ha felhúzzák a szoknyáját? Szerintem nem akadt volna ki érte. A hetedik, ami negatívum, a Toriyama sensei félelme. Úgy alakul, hogy Goku együtt alszik Lunch-al aznap, és nyilván a kedvesényével feküdtek le. Reggelre azonban már a szőke verzió van az ágyban, és nagyon etette magát, hogy Goku merészebben derítse ki azt, hogy Lunch tényleg lánya. Ám az alkotónk szerintem nem akart olyan bortányos lenni, mint Bulmánál. Ezért nem tudták felülmúlni a bugyi nélküli paskolós jelenetet. A nyolcadik, ami nagy pont, az Lunch terrorja. Amikor csak szőkévé válik, folyton meg akarja ölni a hőseinket, és a gyerekeket se kíméli. Konkrétan félelemben tartotta Gokuékat, akik nem tudtak mit tenni, hiába erősek. Ez az igazi, családos, házi asszonyi kiborulást jellemezte a való életben, és ez nagyon jó utalás volt az alkotóktól. A kilencedik, ami érdekesség, az Gokuék megerősödése. Itt még valóban zseniális teknős számít a legerősebbnek, viszont már a futásmérésnél mutatkoztak Gokunak az erényei. Aztán a sziklatolás megerősítette a trónfosztás esélyét, a tetejében pedig Krillin is az élvonalba került. A tizedik, ami nagy pont, az a torna. Újfent előjött ekkor a kínai kultúra, mert minden a kínai filmek, illetve a verekedős Jean-Claude Van Damme filmek alapján készült. A szerzetesek, illetve a szervezkedések szintén hitelesek voltak, valamint az is, hogy enni adtak a résztvevőknek. Csak hát Goku sokkal többet fogyasztott, így biztos, hogy veszteséggel zárult a szervezőknek a torna. A 11. ami negatívum, az a selejtező.
Sajnos kevés izgalom volt benne, így érzi a néző, hogy ezen túl kell lenni valahogy, mert az ellenfelek kevésbé ötletesek. De a rövidhajú Jancsa és Bulmáék jelenléte valamennyire kárpótlást nyújt. A 12. ami nagy pont, az Bulma kukucskálása. Nem éri fel az ablakot, így feláll Olongnak a hátára, ekkor pedig a malacunk megnézhette Bulmának a bugyiját. Annyira féltette magát, hogy korábban azért véresre verte volna Olongot. Vagyis figyelmetlen volt, de mivel mi jól jártunk így, hát nincsen semmi gond. A 13. ami érdekesség, az Fertő. A legbüdösebb emberként jegyezték fel, és ezt nagyon jól rajzolták meg a képernyőre, szóval ez mind hihető. Sőt, amikor benyúlt a gatyájába, belegondolni is rémes, hogy milyen szag lehetett az ujja. Csak hogy volt itt brutalitás is, ugyanis nagyon kíméletlenül verték el Krillint, ami még nekem is túlzásnak mondható, pedig én igazán szeretem a brutális jeleneteket. Krillin győzelme végül egy gikkel végződött, mivel az alkotó nem rajzolt neki orrot, így a szagokat se érezheti. A 14. ami negatívum, az a Dino madár. Lehetett volna egy komoly állatos ellenfelet kitalálni, de Toruyama sensei direkt a komolytalanra ment. Persze kevert egy kicsit azzal a kártyákon, hogy a dínóknak komoly jelleme van, de mégis ha belegondolunk, felejthető maradt. Goku győzelme viszont jó volt, főleg a Sasuke és utalással, amikor elszakította azt a rózsaszín nyúlványt. Szerintem innen meríthette Sasuke-nak Kishimoto sensei azt a kígyó szakítós jelenetét. A 15. ami érdekesség, az Jackie Chun. Csak egy magánhangzót kellene itt kicserélni, így egészen biztos, hogy Toriyama sensei az igazi Jackie Chanre utalt ebben. Van is egy kép, ahol együtt vannak, amit miután láttam annó, még legendásabbnak tartom azóta a DB-nek az alkotóját. Jackie Chun valójában zseniális tektős, csak áruhában, és hát azért nevezett a versenyre, hogy ő nyerjen, mert attól fél, hogyha a tanítványai nyernének, azzal csak elbíznák magukat, ami nem jó. A rafináltsága, amikor odalopódzott a kikapott női ellenfélhez, nagyon jó jelenet volt, mert ott legalább jó fanszervízt adtak, igazán jól emelve ki a fehér neműt. A Jancsás elleni küzdelme szintén jó pillanat volt, és a Jancsa ki is kapott, a farkasos támadásai még mindig elég jól néznek ki. A 16. ami nagy pont, az Namo. Egy indiai harcosról van szó, aki a szomjúságtól szerette volna megmenteni a faluját. Szörnyű, hogy a mai napig vannak olyan helyek, ahol nincs elég víz, így Namo célja szent volt. A Goku elleni küzdelme komoly volt, mivel ez a karakter a Tenkaichi 3-ban is igen erős. A legerősebb támadása nagyon sokat vesz, és az animében is nagy technikának tették. A brutalitás megint megvolt, ugyanis ebbe egy ember ma rég belehalt volna, ha bekapja. Szegény Namu utána kikapott, mert Goku nagyobbra ugrott nála, ám a vizet így is megkapta, hála a kapszulának és zseniális teknősnek. A 17. ami furcsaság, az Krillinnek és zseniális teknősnek a küzdelme. Az elején még jó volt minden, de aztán jött az a rész, amikor elmesélték a mozdulataikat, ami kizökkentett minket az izgalomból. A 18. ami nagy pont, az a finálé. A döntőben az öreg és Goku ment egymásnak, és ezt a meccset tekinthetjük az első ádáz mérkőzésnek a DB történelmében. Ahogy az eltérő technikákat használták, az nagyon tetszetős volt, és csak egy kilógó pillanatot tudtam itt feljegyezni, mégpedig a majom stílust. Zseniális teknős részeges stílusa menő volt, de Goku majom stílusa sajnos komolytalannak adhat mások szemében. Pedig a valóságban is így szokott megjelenni a majom stílus, mert ez is ugyanúgy a félrevezetésre szolgált, pont úgy, mint a részeges módszer. A 19. ami érdekesség, az az Ozaru feltűnése. Goku ismét átváltozik és szétrombolja a harcteret. Az animáció nagyon jó volt, mivel az Ozaru kellően óriásnak tűnt, és nem nagyolták el őt sehol. Aztán jött az örökünk X-mos formája és egy szuper Kamehameha, amit bizony ő használt először. A támadás effektje látványos volt, a becsapódáskor pedig kellő erő érződött. A 20. ami furcsaság, az a lányok zavara. Miután Bulmáék feleslegesen rínak Gokunak az álhalála miatt, mivel helyette a holt szívta meg, a hősünk mesztelenül leadható. Ott virított neki a kis mazsolája, egy lánycsapat meg zavarba került ettől. Ez azért furcsa, mert mégiscsak egy kisfiúról van szó, vagyis azok a lányok sótafanok lehettek. A 21. ami negatívum, az Krillinnek a szemváltozásai. Tudjuk, hogy Krillinnek nem szoktak üvegtestet rajzolni a szemébe, ám itt ez ingadozóba ment. Egészen a torna végéig rendes szemet rajzoltak meg neki, majd ezután kaptuk meg az eredeti Krillin szemet. A 22. ami nagy pont, az az utolsó menet. Goku Kamehameha-ja után a kimerültség miatt pusztakezes módszerrel akarják lelendezni az ügyüket. Ekkor belőttek egy éneklő zenét, amit vehetünk az Ultra Ösztön zene nagyapjának. Páratlan hangulatot éreztem, és az se zavart, hogy ismétlődtek a fogások. A kung fu mindent elvitt, és nagyon érdekes lenne viszont látni egy ilyen harcot a DB Super folytatásában, ahol csak is technikás fogásokat alkalmaznának. A 23. ami érdekesség, az a Rocky utalás. A Rocky 2-ben úgy alakult, hogy az nyert, aki előbb fel tudott állni, és a nyertes Rocky lett. Nos, hát így is így állt a helyzet, csak azzal csavart egyet Toriyama sensei, hogy nem a főhős nyert. Viszont az akaraterő és a felállni próbálás, azok mind a Rocky-t idézték, és ez pompás jelzés volt.
A 24. és egyben utolsó, ami furcsaság, az Gokunak az éhsége. Hiába nyerte meg a 500 000 zenit az öregünk, Goku annyit tett, hogy a nyeremény nagy része elment a számlára. Ez vajon poén volt, vagy Goku tényleg ennyit eszik, ha nagyon kimerül? Ha így van, akkor megértem, hogy Csicsi miért avarja el mindig dolgozni Gokut. A másik érdekesség viszont az lehet, hogy vajon mi lesz ezzel a sok étellel, miután Gokuba kerül. Lehet, hogy ez is tréfa, hogy ennyi fér belé, de szerintem az étel felszívódik benne, vagyis nem kell katlannyit ürítenie az étkezések után. Összességében tetszett ez a történetív, mivel a hangulat magába ragadó és páratlan, lunch pedig és a fanszervízek külön kategóriának számítanak. Ha nektek is megvannak az észrevételeitek a történetivel kapcsolatban, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejtek, hogy szerintetek mennyire lehet engedékeny a kékhajú lunch? Ez volt a Sárkányradar benne a Dragon Ball történetének második szakaszával. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.